Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a mai napon Kecskeméti repülőtéren 9 óra 5 perckor a 30-as oldalszámú Gripen repülőgépünk kiképzési repülési feladatra szállt fel. Felszállás közben a pilóta műszaki eltérést észlelt, konkrétan az orfutó, a repülőgép orfutója nem került behúzott állapotba. A pilóta ezt érzékelve kísérletet tett az eljárás szerint futó kiengedésére, behúzására. Ez nem járt eredménnyel, az orfutó félig kinti állapotban maradt. Ezt követően 9 óra 15 perckor előírásoknak megfelelően a pilóta vészhelyzetet jelentett. A Kecskeméti Katonai Repülőtér szakszolgálta az előírásoknak megfelelően az ilyenkor ö, szükséges eljárás szerint különböző szakszolgálatokat tűzoltó mentőszervezet értesítette, illetve elhatározás alapján az üzemanyag kifogyasztására került sor. Tekintettel arra, hogy említettem, a repülőgép kiképzési repülése szállt fel, tehát teljes feltöltéssel volt. Az üzemanyag kifogyasztása után a pilóta elhatározást hozott a repülőgéppel történő hasraszállásra, Kecskeméti repülőtér betonjára. Ez meg is történt, azonban a hasaszállás folyamatában a gép balra kitört, kvázi irányíthatatlanná vált, és így nagyon helyesen a pilóta elhatározást hozott a gép vészelhagyására a katapult berendezéssel. Amit jelenleg tudni lehet, a pilótánk stabil állapotban van, a Kecskeméti Megyei Kórházban látják el, ide a Szentesi Országos Mentőszolgált mentőhelikopterével került átszállításra. A vizsgálat eredménye fogja eldönteni azt, hogy szükség szerint Budapestre a Honvéd Kórházba tovább szállítsuk, vagy pedig a helyszínen a Kecskeméti Megyei Kórházban történik meg az ő ellátása. Szeretném elmondani, tekintettel arra, hogy bizonyos médiafelületeken megjelent egy név, erre tekintettel tájékoztatom önöket, hogy Kádár Sándor őrnagyúról van szó, aki tapasztalt pilóta magas óraszámmal rendelkezik, jól képzett pilóta, akivel az esemény történt.